Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, és köszöntöm mindnyájukat, akik ma is ezt a beszélgetést választották. 12 ezer látogatón vagyunk túl, és az áróbeszélgetéshez érkeztünk. Somogyi Győző festményei, Párkányi Rab Péter fotói, illetve a hozzájuk kapcsolódó térfény és illatinstallációk Tóth Norbert kurátori koncepciójának megfelelően annak alapvetéseivel megtalálták az utat hozzánk, én azt gondolom, és ezt nem csak a 12 ezer, több mint 12 ezer látogató mondatja velem, megtalálták a kapcsolódási pontokat, bizonyítva a hozzáadott értékek fontosságát. Nos, mielőtt bemutatnám vendégeinket, a hagyományoknak az híven, megfelelően nemzeti hitvallásunkból, Magyarország alaptörvényéből, a nemzeti hitvallásunkból engedjék meg, hogy egy részt felolvassak. Mi a magyar nemzet tagjai az új évezred kezdetén felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségért küzdő őseinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit. Most pedig köszöntöm vendégeinket. Ma itt lesz velünk Berecki Zoltán, református lelkész. Tisztelettel köszöntöm. Berecki Zoltán gyülekezeti és közegyházi szolgálatai mellett évtizedeken keresztül végzett segélyszolgálati útjain bejárta a Kárpát-medencét. 10 éve a mennyezetkazettás templomok táblaképeinek teológiai elemzésével foglalkozik. Erről a Károli Gáspár Református Egyetemen természetesen többet tudnak, hiszen folyamatosan előadásokat tart, tiszteletes úr. A tanároknak, illetve elkészítette, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen erről majd szó esik a mai beszélgetésben, az Ősképes Könyv című jelképolvasó könyvet, amely mindenki számára lehetővé teszi a jelképolvasást. Tanároknak, tanítóknak, diákoknak egyaránt érdeklődőknek ad elő arról, hogyan kell olvasni és létrehozni az ősképeket tartozó jelképeket. Vendégünk Takaró Mihály irodalomtörténész. Takaró Mihály a Károli Gáspár Református Egyetem egyik atya. 2000 és 2005 között tanított eszmetörténetet és irodalmat az egyetemen, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán oktatott. 2014. szeptembere óta a Kaposvári Egyetem művészeti karának színészmester szakán egyetemi oktató, a Magyar Írószövetség választmányának tagja, a Százak Tanácsának külső tagja. 1993-tól 10 esztendőn át a Magyarországi Református Egyház iskolaügyi főtanácsosa. 2001-ben választották a Magyar Református Világszövetség főtitkárának, és ezt a munkáját Tőkés László elnökkel együtt vezette 2008-ig. 2013 óta a Kárpát-medencei Magyar Tanárok Egyesületének elnöke. Szép jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk. És természetesen itt van velünk Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Galéria igazgatója. Meg annyi értékteremtő tárlat atya és kurátora itthon és a Kárpát-medencében egyaránt. Szép jó estét, köszönöm, hogy itt van velünk. Nos, akkor beszéljünk talán, kezdjük azzal a címmel. A cím rendkívül fontos. Tiszteletes úrral előtte váltottunk néhány szót, és ő is úgy gondolja, mint ahogy azt gondolom itt mindnyájan, hogy a döntés már maga a szó is kihívásokat rejteget. Ugyanis dönteni kell, minden pillanatban minden lehetőségünk adott rá, tehát meg is kell tennünk. Igen, a jó estét kívánok mindenkinek. A döntés nagyon nehéz pontosan megfogalmazni, hogy mi is a döntés, mert úgy elsőre két elem között való döntésről van szó. De hát ez inkább csak a vége, mert nagyon hosszú idő az, vagy hosszú út az,
amíg a sok-sok-sok-sok dolog közül végül kikristályosodik az a két dolog, ami közül egyáltalán választani vagy dönteni lehet. Hát ilyen súlyos dolog. Végül is a vége az, hogy a sötétség és a világosság között dönt az ember, vagy az élet és a halál között. Nagyon sok olyan mennyezett kazetta van, ami erről szól, hogy az életről és a halálról. Vagy akár csak egy sakkjátszma is, a sötétség és a világosságnak, a sötét és a világos bábuknak a harcáról szól. Vagy minden egyes dráma, minden egyes színpadi mű, minden irodalmi mű igazából erről szól, a sötétségről és a világosságról, a döntésről, hogy bizony valahol dönteni kell a kettő között. És ebben benne van ebben a döntésben az, hogy valamikor, amikor az Istennel még jóba voltunk, vagy amikor az Istennel egységben voltunk, akkor ez egy volt. Tehát nem két dolog, hanem egy. Valamikor az emberiség, az emberek, vagy mi magunk az Istennel egyek voltunk, és nem kellett döntés. Ez volt a paradicsomi állapot. De most kétféle helyzetben vagyunk. Az egyik az, hogy muszáj, szükséges dönteni, nem tehetjük meg, hogy nem döntünk. A másik pedig, hogy van-e a döntésünknek szabadsága is. Vajon milyen helyzetben vagyunk, hogy muszáj dönteni, mindenképpen döntünk, vagy pedig van egy kis, nem egy kicsi, hanem nagyon is nagy szabadság az embernek, hogy dönthessen. Bizony nekünk, embereknek az Isten ezt a szabadságot adta meg, hogy eldönthetjük azt, hogy a világosságban a sötétség útján menjünk. A döntés után visszaáll az egység. Tehát amikor egy kétségben éljük az életünket, de amikor sikerül dönteni, akkor egységessé válik az ember. És amikor ezt a kiállítást létezzük, akkor bizony megvan ez a folyamat, egy bizonytalanság, egy hosszú bizonytalanság, és jó esetben úgy jön ki az ember a kiállításról, hogy döntöttem, én a világosságot akarom választani. A döntést meghozni, hogy én a világosság útján akarok menni, ezeket a királyokat követni, a fényt követni, a szenteket követni, megfürödve a fénybe tovább menni, ez elég gyors szokott lenni, az ember elhatározza, hogy ezen az úton megyek tovább, de megtartani nagyon nehéz. Nos, folytassuk. Miközben nagy tisztelet úr beszélt itt a döntésről, a világosság sötétség ellentétéről, eszembe jutott, hogy valójában a döntés az azért szükséges, mert a gonosz győzelmihez elég csak annyi, hogy a jók tétlenek maradjanak. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem csak az a tét, hogy mi döntünk vagy nem döntünk, hogy velünk mi lesz, hanem a sokkal nagyobb tét az, hogy mi lesz az egész világgal. És ha ez igaz, már pedig igaz, hogy a gonosz győzelméhez elég csak annyi, hogy jók tétlenek maradjanak, akkor az első döntésünk mindenféleképpen a cselekvés kell, hogy legyen. Jézus Krisztus maga azt mondja, hogy mi a világosság fiai úgy járjatok. Itt szeretnék egy nagy különbséget tenni a világosság és a fény között. Azért fontos ez, mert amikor majd történelmi nagy királyairól beszélünk, arról, hogy milyen az út a világosság, sötétség harca után a világosság felé, akkor látni kell, hogy a meghatározás, hogy én vagyok a világ világossága, arról a dologról szól, ami különbözik nagyon a fénytől. Hát azt hinni az ember, hogy a fény következménye a világosság. Ne felejtsék el, hogy Lucifer neve a négy főangyal közül ugye Gabriel, Mikael, Rafael és Lucifer. A másik három arkangyal nevében ott van az El Eloi Elohim, vagyis az Isten szó. A Luciferében nincs. Mit is jelent az ő neve? Fényt hozó. És ha
megnézik, hogy mi a különbség a világosság és a fénykölt, akkor látniuk kell, hogy a világosság az tompa. A fény az éles. Nézzenek meg egy éjszaka meggyújtott sötét szobában egy gyertyát. Milyen elképesztően éles a fénye. Amikor napközben kijövünk, akkor ezeket az élességeket nem látjuk, mert mindent betölt a világosság. Nem véletlen, hogy az éjszakában élesen megmutatkozó dolog az a fény. És milyen érdekes, hogy Lucifer neve az, hogy fényhozó. Nem világ világossága, nem világosságfényről beszélünk. Vagyis, amikor a világosság és a sötétség harcát kell néznünk, én egy picit tovább mennék ebben. És inkább azt mondanám, hogy a döntésünk az nem a világosság és a sötétség, hanem az ember és az Isten világossága és a Sátán sötétsége között van. Ez rendkívül éles cezúra. Vagyis egy csomó minden úgy tűnhet, hogy hát ez bizony a világossághoz tartozik. Ezért megtéveszthetők az emberek. Gondolják csak el, ma 2017 Magyarországán, Európájában azok, akik szerintem a sötétség emberei, sőt nem csak szerintem, szerencsére sok szerint az, hirdetik maguk, hogy ők hozzák a fényt. Ők azok, akiknél az igazság letéteményeként ott van minden, ami az ember számára fontos. És most vissza a királyokhoz. Milyen érdekes, hogy az Árpád-házi királyaink az összes európai uralkodóház közül a legtöbb szentet adták a katolikus egyháznak. Ráadásul úgy adták a legtöbb szentet, hogy szinte mindet szenté lehetett volna avatni. És most jön egy kicsit bennem a reformátor, a Károlyhoz kapcsolódó reformáció kapcsán a református, mert hogy amikor Károli elfoglalja a lelkipásztori székét, abban az időben még az volt a divat, hogy egy pap csak úgy foglalhatta a székét, hogy tartott egy székfoglaló előadást. Ez Károli Gáspár idejében is így volt. Erre írt egy nagy tanulmányt azzal a címmel, hogy két könyv. És ebben a tanulmányban, amelynek az első része mindenféle okfejtéseket tartalmaz, többek között a világosságról is, ebben azt mondja Károli, hogy nincsenek keresztény királyaink. Még Mátyást is kritika alá veszi. Mert azt mondja, a keresztény király csak az, aki nem demokráciát, ez a néphatalom, népuralom, nem normál királyságot, hanem teokráciát valósít meg, vagyis Isten uralmat. Mert azt mondja Károli, hogy az igazi világosság csak akkor van, igazi világosság csak akkor van, világosságban csak akkor tudunk járni, ha ennek a vezetője, az út mutatója az maga az Atya, Úristen. Nem véletlenül mondja Jézus majd, hogy ego sum via veritas et vita. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ennek a világosságában járjatok. Ma akarják letörölni Európa arcáról a kereszténységet, vagyis azt a vonást, ami Európát Európává tette. Nekünk el kell gondolkoznunk azon, hogy 2017-ben, és ennek a kiállításnak kapcsán különösen is, mi mellett döntünk? Ugyanis tercia non datur, harmadik út nincs. Aki azt hirdeti, hogy van, az a hazugságot hirdeti. Vagyis döntenünk kell az élet minden pillanatában, az egzisztencializmus így alakul ki majd az irodalomban, a modern európai irodalomban. Igen, tehát Sartre-n túl. Igen, hát ennek az aktualitása talán a fénynek, az, hogy fénnyel vagyunk körülvéve. Azok a helyek, amik csábítják az embert, a idézőjelben új templomok, bevásárlóközpontok, üzlet, csillogó autók és minden talmi gazdagság, az a fény jelképei. És ez fontos külön választanunk, hogy ez a harmadik út, ez létezik, ez a magyarázkodások, kifogások világa. Ezen csillogás világa, ezen valós értékek áll megjelenítése. És azt gondolom, hogy olyan történelmi időket élünk, amikor a világ változik, Európa változik. Egyén, közösség, család
és nemzet szintjén is döntést kell hoznunk nap mint nap, helyes döntést hoznunk, mert hogyha történelmi változások idejében nem jól döntünk, akkor a történelem elsodor bennünket. Nos, belekapaszkodnék abba, amit Takaró Mihály mondott, mégpedig azért, mert a közelmúlt két eseményéből is kiragadtam egy-egy gondolatot öntől. Az egyik, a március 15-án 2016-ban a Kárpáthaza program keretében ön a magyarságról és a megmaradásról szóló gondolat sorában azt mondta, hogy mindig van egy maradék szent mag, ami biztosítja a további életünket, ugye ez a Bibliából az idézet. A másik, amit hozzáfűznék ehhez, hogy nemrégiben közel szintén az ünnepek során adták át az Én Hősöm című rajzpályázat díjait azoknak a gyermekeknek, akik a Kárpát-medencében csatlakoztak ehhez a programhoz, egyébként párban járt a döntéskiállítással. Ott pedig azt mondta, hogy néhány nappal vagyunk túl a nemzeti ünnepünkön, és itt most az ősi királyi koronázó városban nem csak a háborúról, a forradalomról, hanem a békéről, mint jegyzett értékről is beszéljünk. Nekünk kései utódoknak most nem hősi halált, hanem hősi életet kell élnünk ahhoz, hogy holnap is legyen magyarság. Ebben a gondolatban kapaszkodjunk bele, önök miként gondolják valóban, és ez a kiállítás is ezt sugallja, nem hősi halált, hanem hősi életet kell élnünk? Tiszteletes úr! Ahhoz, hogy történjen valami, ahhoz be kell lépni a kiállításnak a termébe, és körül kell nézni. Vörös Marti azt mondja, hogy nyugton vagytok-e még döntő magyarok? Tehát ő is ugyanezt mondja, hogy be kell lépni, és el kell kezdeni a dolgokat. Persze hosszan sorolja még, hogy mi mindent nem csinálunk. Lépjünk be! Ha belépünk, akkor először a világosság tűnik a szemünk elé. Ugye az első élmény a szemben lévő világosságban lévő képek. De a következő pillanatban azonnal jobbra vagy balra nézünk, ki jelleme szerint, és meglátjuk a busókat, hanem a sötétség. Illetve nem látunk semmit, mert sötétség van. Keressük is, hogy belépünk, körülnék, és hol van ennek a teremnek a széle? Nincs széle, mert ott a sötétség van. És a sötétség az nem egy valóságos valami, az nem egy van, az a nincs, az a sötétség. Az minden életnek az ellentéte. És meg is ijedünk ettől, hogy hát akkor gyorsan innen vissza kell menni a világosságba, de ott vannak ezek a busó ördög pofák, és rendkívül izgalmas ez az egész, mert azt tanultuk, vagy azt gondoljuk, hogy hát a busók, hát azok ilyen pogányok, és csúnyák, és rémpofák, és szörnyűek, pedig nem egészen, mert ismerjük őket annyira jól, hogy szeretjük őket. Tehát legalábbis, de függet attól, hogy hány foguk van, meg milyen szörnyűek, meg miket kiabálnak. Mi szeretjük a busókat, azért is szeretjük őket, mert a török idejében ezek a rémpofák arra voltak hivatva, legalábbis a néphit szerint, hogy elűzzék a törököt. Hát nem volt egészen sikeres a tevékenység, ugye, mert 150 évig itt voltak, de ez a lényeg, hogy ők lehet, hogy minket őriztek ezek a busok. Sőt, és megerősítő ez az, hogyha oda mernénk közelükbe menni, akkor nem tudom, hogy itt a kiállításon van egy ilyen, de a Mohácson, hogyha az ember oda megy közel egy ilyen busó pofához, akkor az fogja magát és bekenni az embert korommal. Ugye, és itt is jó lenne, ugye valaki kinyúl egy kéz, és akkor meg kell bennünket korommal, azért, hogy menjünk el onnan. Nem engedi, hogy a sötétségbe menjünk, hanem fordulj vissza, és keresd a fényt. Kiűznek bennünket a sötétből, és éppen ezért nekem a busók, Párkányi Rab Péternek a gyönyörű képei,
ezért nekem egy ilyen szövetségeseim, akik védenek és segítenek, hogy nehogy már véletlenül a sötétségbe menjek be. Igen, ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy Párkányi Rab Péter maga mondta, hogy technikailag borzasztó nehéz, különleges kihívás volt csúnyákat, szörnyeket csinálni a búsokból, hiszen valóban így van, szeretjük őket. Takaró Mihály. Igen? Úgy látszik, én kerülök sorra. A busóknak a kiválasztása az igazán a koncepciónak a lényegében az volt, hogy egy magyar motivumot kerestünk. Ennek a kiállításnak két fő jellemzője van, ez egy magyar kiállítás, és egy úgy tradicionális, hogy egyben innovatív kiállítás is, tehát egy kortárs kiállítás. Nagyon sok minden lehetett volna megjeleníteni a Fenevadnak a 66 állarcát, tehát ez személyre szabott, hogy kinek egy drága autó, kinek a sok pénz, kinek egy szép nő, aki elcsábítandó házasember, vagy kinek zsíros falatok, hogyha nem tud ellenállni ezeknek az ételeknek. Egy egységes motivumrendszert kerestünk, amelyet természetesen Somogyi Győző, mint egyházi papember ugye nem készíthet el. Párkányi Pétert viszont izgatta ez a gondolat. Egy dolog volt közös mindhármunkban, hogy a busók csak úgy jelenthetnek meg, hogy szépek legyenek, mivel hogy mindhárman a művészetben a szépség szolgálatára szegődtünk. Nem vagyunk hajlandóak olyan eszközöket használni, ami a túloldal eszköze, mert akkor mi is a részeseivé válunk ennek, és akkor semmi nem különböztet meg bennünket. Úgyhogy így lettek a busók, így lettek szépek, és így lettek valaminek a jelképei, hogy nem feltétlenül riasztóak. Nagyon örülök, hogy azt mondtad, hogy nem akarunk a túloldal eszközeivel érni. Milyen érdekes, mintha azt mondtad, hogy az átellenes oldal. Vagyis létezik ez a két oldal. Az egész magyar művészetben, az egész magyar kultúrában, ami engem közelebbről érint az egész magyar irodalomban, már az előző század fordulóján megszületik az a fajta két irányzat, amelyiket nálunk népiesnek, urbánusnak hívnak irodalomban, és amelyikről néhány botor ember azt gondolta, hogy csak jó szándék szükséges hozzá, hogy az árkok betemethetők legyenek. Ezek az árkok nem, hogy betemetődtek volna 100 év alatt, hanem végtelen módon betemetethetlenül elmélyedtek. Miért? Mert két ellentétes világról van szó. A ti igenetek legyen igen, a ti nemetek legyen nem. Nincs langyos, vagyis van, de arra azt mondja az ige, hogy ez kiköpöm én az én számból. Vagyis amikor egy művész, legyen az képzőművész, fotóművész, festőművész, szobrász, hitet tesz amellett, hogy az esztétikai minőségek és a morális minőségek találkozhatnak a művészetében. Tehát miközben fizikálisan valami csúnya, aközben az lehet nagyon is szép. Nekem mindig az jut eszembe, és irodalomban engedjenek meg, hogy hozzak egy példát, Quasimodo alakja. Quasimodóban az az érdekes, hogy egy emberi szörny, az ember rátekint, egy gnóm, egy puposket, hallani nem halló, beszélni nem jól tudó, szóval egyszerűen egy riasztó valaki. Igen ám, vele szemben ott áll a Notre-Dame főpapja, Frollo, aki korának egyik legműveltebb embere, Párizs nagy katedrálisának a főpapja, társadalmi létrán egészen fönn van, és most történik valami, és megint csak a döntés, sötétség, világosság, mert megjelenik egy cigánylány, Esmeralda, aki hozzá kegyelmes volt és vizet adott neki. És innentől kezdve elkezdődik valami furcsa dolog, mert ez a Quasimodo, akinek a szívében érzelmek támadnak, viszonyul valahogyan Esmeraldához, és Frollo, akinek a szívében tulajdonképpen vágyak és ösztönök támadnak, ő is viszonyul valahogy ez a hölgyhöz. Végére Frollóból gyilkos lesz, mindent, amit lehet, megtagad, el is követ. Quasimodo pedig feláldozza az életét. Vagyis történik valami, amely azt jelenti, hogy az esztétikai minőségében kívülről útnak tűnő, vagy elborzasztónak, mint ahogy az ember az első pillanatra ránéz egy busó maszkra,
az morális tartalmaiban valami más értelmet nyer. Így szépülhet meg egy busó maszk. Így szépülhet meg egy busó tett, egy cselekedet. Így lehet Quasimodóból majd erkölcsi győztese a Notre Dame című regénynek. Miközben Frollo, a főpap, morálisan gyilkossá, aljas szemétté fog süllyedni, miért is? Az ösztöneinek való engedés miatt. Amikor a művészethez képes megfogni, képes kifejezni, képes egy pillanatban sűríteni, mint ahogyan egy szobor vagy egy festmény ezt meg tudja csinálni, abban a pillanatban megszületik az, aminek a művészetnek az egyetlen értelme, az elemelkedés. A hétköznapokból vele elemelkedés. Gondolják csak el, mi értelme van a festménynek a fotó idején, gondolnánk. Az sokkal pontosabb, precízebb, részletesebb. Tehát milyen ostoba ember volna, aki összetéveszteni valakinek az önarcképét, vagy arcképét egy róla festett portréval, amelyben sokkal több van, a portré csak máshol. A festőművész beleteszi azt az üzenetet, ami miatt egyáltalán érdekesnek tart egy arcot. Vagyis, amikor az ember a művészettel találkozik, és azért nem az irodalomból hozok most példát, amikor az ember a művészettel találkozik, akkor egyszerűen látnia kell, hogy mi annak a töblete. Amikor az ember bemegy egy kiállításra, és úgy jön ki, hogy úgy körülnézett és nem látott semmit, valószínűleg nem értett meg egyetlen üzenetet sem. Legyen az akármilyen modern. Legyen az nonfiguratív, legyen az teljesen elvont. Mindenben van üzenet. Nem biztos mindig, hogy pozitív, de mindenben van üzenet. Ez a kiállítás miként vélekednek erről? Formálja a lelket, önlelkész. Lelkének jobbik fele magyar tanár. Esik-e szó arról, hogy a hasonló kiállítások nem múltban révedezések, sokkal inkább a jövő nemzedékének is egy olyan fontos feladata, amit csak mi, önök tehetnek jobbá? Hát nagyon nehéz ügy ez, hogy hogyan lehetne megőrizni azt a csodálatos műveltséget, ami a magyar műveltség, és hogyan tudnánk továbbadni, hogyan lehetne továbbadni. Az biztos, hogy szükségesek az őrök hozzá. Adi is azt mondja, hogy őrzők, vigyázzatok a strázsán, az élet él és élni akar. Mit is őriznek ezek az emberek, vagy mit, akár a búsók, akár a egyik oldal, vagy másik oldal, vagy egyáltalán a kiállítók, mi az az, amit meg kellene őrizni, és meg kell őrizzünk, meg fel kell fedezzünk, meg kell őrizni, és tovább kell adni. Az elmúlt évtizedekben egy nagyon izgalmas dolog történt, kezdve a történelemmel, még László Duda kezdte el vizsgálni azt, hogy a hivatalos történelmen kívül és a hivatalos művelődés történeten kívül mi van még, ami a magyarságé. És aztán a különböző tudományágak döbbenetes dolgokat fedeztek föl, akár Kodályék a zenében, akár az építészetben, Árkai Aladártól kezdve, Kóskáronon át, Makovecsig és még tovább, vagy akár melyik tudomány ágyot nézzük, mindenütt az derült ki, hogy valami nagyon-nagyon nagy értékünk van nekünk, magyaroknak. Azt lehetne mondani, hogy hát akkor ezek a királyok és katonák és vitézek, akkor a magyarságot őrzik. Az elmúlt években azonban, vagy 10 évvel ezelőtt sikerült leolvasni, vagy megfejteni, hogy a különböző mennyezett kazettákon milyen jelentések vannak. Gondoljunk csak arra, hogy a Kárpát-medencében több mint 10 000 mennyezett kazetta maradt meg, és több mint 100 templomban. Nyugat-Európában egy templomban, Cillisben, ahol mennyezett kazetták vannak, máshol sehol.
eredetét. Hát mindenféle van, meg nyomok vannak, de az, ami ott maradt fönn, és jelentése is van, és értelmezhető, ez csak a Kárpát-medence. És ebből kezdődött el egy ilyen őskép kutatás, és sikerült eljutni egészen az alapképekig, sikerült meghatározni azt a műveltséget, amiből az európai és a magyar műveltség is származik, legalábbis van rajzban. És az derült ki, hogy valami óriási kincsről van szó, hogy a magyar művelődés megőrizte mind a rajzban, mind zenében, táncban, épületben, mindenben megőrizte, a legjobban a magyar műveltség őrizte meg Európában, és lehet, hogy azon kívül is, az ős műveltséget. Na, ezt őrzik ezek a királyok, nem akármit. Nem csak a jelenlegi, vagy a pillanatnyi határokon belüli érdekek képviseletét, mert nem csak a nemzetnek a képviseletét, hanem itt a legfontosabb dolgokat őrzett a néhány ember, hogy néhányan vagyunk az egész világhoz képest, pár millióan, nagyon kevés az erőnk az egész világhoz képest, de őrizzük ezt a magot, ezt a mélységet, ezt kell megismernünk, és ezt kell továbbadni. Hát ennek a fényében nagyon nehéz feladat. Mit tesz a kurátor azért, hogy ez a tartalmi örökség elfogadtassék? Mit kell tenni a hétköznapokon, hogy egy ilyen beszélgetés, egy ilyen kiállítás minden egyes napja ünnep lehessen? Talán egy picit még kapcsolódnék tiszteletes úr gondolataihoz, hogy valóban egy olyan nyelvet, formanyelvet, motivumnyelvet hordozunk és őrzünk, amely nemzetközi, mindenütt érthető, valószínűsíthetőleg a világban. Mondanék egy példát rá. 2011-ben rendeztünk egy nagyszabású kiállítást, ahol a magyar kortárs képzőművészet bemutatkozott. Pekingben a National Art Museum of China-ban, ez a legnagyobb állami múzeumban, 8 nagy csarnokban. Ez a nyugati világ legnagyobb kiállítása volt. 303 műtárgyat vittünk ki, köztéri szobrokat és sok-sok minden mást. Ez egy hatalmas siker volt. És a belépő a kiállításon Kubinyi Annának a Goblen székely kapui voltak, egymás után sorakoztak, ami egy kortárs újrafogalmazása a székelyföldi székelykapuknak, azok motivumainak a felhasználásával. És az a szerencsém volt, hogy én az első héten kint voltam reggeltől estig a múzeumban, és néztem a közönséget, és beszélgettem a vendégekkel. És feltűnt, hogy ugye Kínáról azt tudni kell, hogy ott a idős mester fiatal tanítvány logikája működik, nem úgy, mint Európában, hogy ezt meg lehet fordítani. És idős emberek közé gyűltek fiatalok, és az idős mester elkezdte mesélni, hogy ki lakik ebben a házban. És ment sorba a motivumokon, és mondta, hogy ez ezzel foglalkozik, ennek ezek voltak a szülei, ennek ilyen vagyona van, és sorba mindent elmesélt, majd ment a második kapuhoz, és azt mondta, hogy ezt nem nagyon érti, mert hogy ezek rokonok lehetnek, hogy így egymás, hogy ez egy egészen másik család. Szóval ezek a motivumok, amik Székelyföldön a kapukon vannak, ezek nem biztos, hogy tudják a kapu tulajdonosai, hogy mit jelentenek, viszont a világ másik végén ezt a motivumrendszert tökéletesen értik. Hadd kapcsolódjak én is egy élményemhez, vagy élményemmel ez az egész kérdéshez. Néhány évvel ezelőtt, talán 2 vagy 3 éve New Yorkban voltam egy előadó körúton. És ott az egyik vendéglátóm, egy magyar származású főorvos ember mondta, hogy tudja, hogy érdeklődöm képzőművész egyéb, New York Modern Művészetek Múzeuma. Nagyszerű, menjünk, nézzük. Az volt a döbbenetes benne, hogy aztán elvitt még 2 másik magánképtárba, mert azt látta, hogy nekem nagyon nem tetszett az első. És kiderült az egészből az, hogy amit itt mi kapargatunk egy picit, és nyilvánvalóan ilyen rövid ideig, vagy idő alatt nem is lehet a mélyre jutni, hogy az üzenetek és a motivumrendszer, amikor érzi az ember, hogy ennek a művészetnek nincsenek gyökerei. Amikor érzi az ember egy festményen, vagy egy szobron, hogy nincsenek gyökerei. Nem valamiből nő ki, hanem valamire nő rá.
amikor nem valamiből jön, akár érzelemből, művészetből, kultúrából, múltból, hagyományból, szóval sok mindenből, hanem a művésznek egy teljesen aktuális, akkori, semmihez sem kötődő látása. Ezért van, hogy igazából, amikor te mondtad az előbb, hogy egy idős mester oda ment ehhez a székelykapuhoz, Gobelin székelykapuhoz, és történeteket mesélt róla. Miért? Mert mindaz, amit mesélt róla, ebben a kapuban benne volt. Nem csak involváltan volt benne, konkrétan is. Ez az, amikor az ember megáll egy szobor előtt, vagy egy festmény előtt, és elkezdi azt érteni. Van ugyanis egy közös kultúrkincs, amiről azt mondtad, hogy ők kiválóan ismerik. Nem kellett sokat magyarázni erről a székelykapuról, mert azt a motivumrendszert ők kiválóan ismerték. Amikor ilyen nincs, akkor derül ki, hogy a műalkotás valójában nem az. Herczeg Ferenc mondja, Herczeg, aki irodalomesztéta is volt, és azt mondta, hogy műalkotásnak csak az tekinthető, és egy nagyon érdekes meghatározást mondott, amelyikben legalább három elem létezik. Ez az emocionális elem, az esztétikai minőség elem, és a morális elem, vagyis az üzenet elem. És ha ez nincs bármelyik, a műalkotás nem tekinthető teljesnek. Ezt 1911-ben fogalmazza meg Herczeg, az akkori irodalmi műre vonatkozólag van egy óriási nagy vita, a nyugat, a 1908-ban megindul a nyugat, illetőleg Herczeg lapja az új idők irodalomesztétái között. Ebből a tekintetből is, amikor föltetted a kérdést, hogy mi várható egy kiállítástól, mi az, amitől egy kiállítás jó, vagy mi az, amit nem úgy érdemes, hanem, hogy te mondtad az ellenén, muszáj, szükséges megnézni. Az pontosan ez. Van-e ebben olyan üzenet, ami számunkra fontos, vagy nincs? Ha nincs, 12 közül az egy lesz. Ha van, ez lesz az egyetlen. Tehát ez nem lehet alkutárgya semmiképpen, annál inkább, hiszen azt tudjuk régről, hogy a kényelmes olcsó alkuknak lejárt az ideje, és ez becsületbeli, úgyhogy tetszik. Ezeknek a buszóknak az arca, ez olyan, hogy nem is látszik, mert mögötte van az igazi ember, ez egy állarc. Jézus is azt mondja, hogy jaj, nektek képmutatók, ugye a régi színházban az arc elé rakták az állarcot. Jaj, nektek, akik nem azt az arcot mutatjátok, akik ti magatok vagytok. De nem csak erről van szó, hanem a másik oldalon a vitézet, a királyok, a szentet arca nyílt. Tehát nem egy lezárt arc, vagy nem egy elrejtett arc, hanem nyílt arcról van szó. És ahhoz, hogy egy arc nyílt legyen, még akkor is, ha nem néz rám, ahhoz kell a művész, Somogyi Győző. Tehát nem lehet csak úgy festeni, hogy rám négy egy, nem lehet csak úgy rajzolni. Ezek valóban olyan arcok, ahol minden egyes uralkodónak, királynak, vitéznek ott van az egész története rajta az arcán. Nem csak az arcán van rajta, hanem rajta van a ruháján is, rajta van a kitüntetése, vagy rajta van az a jel, a királyi korona, amelyik összekapcsolja az Istennel. És rádöbbenünk arra, hogy ezek az emberek őrzik a legfontosabb dolgokat, és annak ellenére, hogy gyarló emberek, ugyanúgy, mint mi, de éppen a korona, vagy éppen a helyzet, vagy éppen a rangja, vagy éppen a helyzete emelte föl odáit, hogy képes volt megőrizni a dolgokat. Ezt a színpompás színeket szeretném a figyelembe ajánlani, nem csak az arcokon, hanem Somogyi Győzőnek a színkezelése ilyen világos, ilyen döbbenetes, rendkívül egyszerű, mégis továbbítja mindazt, amiről beszélünk. Eszembe jutott nekem, hogy most éppen színészeket tanítok Kaposváron, Eperjes Karcsi barátom osztályát,
színház dráma története, és természetesen az elején irodalomra és irodalom esztétikára, még elsőskorukban azt tanítottam nekik. És amikor odaértünk a középkor és reneszánsz színházhoz, akkor természetszerűleg EO Ipszó szóba került a festészet is. És jöttek a szokásos sémákkal, hogy a középkor, amely az egyház művészete, és amelyik vallásos szemléletű, ez vele szemben a reneszánsz, amelyik az embert helyezi a középpontba, humanizmus, csat. És hallgattam egy darabig, aztán azt mondtam neki, hogy meghívlak bennetöket egy tárlatra. És néztek, hát ugye képzeljenek el egy kis osztálytermet, 22 fiatallal, mögöttem egy fekete tábla, kép a közelbe se. Hogy lesz ebből tárlat? Hát most két Madonna képet nézzünk meg, jó? Az egyik egy középkori Madonna lesz. Képzeljétek egy sötét hátteret, amelyből kiviláglik egy test. Ez a test nyaktól a bokáig fedett ruhában van. Az arc fölfelé néz, a szemek is. Fölötte kis fény, glória, a testből semmi, az ég felé való törekvés, igen. Most nézzük meg ugyanezt a Madonnát egy reneszánsz festményen. És látni fogunk egy város, vagy városkép, vagy világos természeti táj hátteret, amelyben látunk egy ülő hölgyet, esetleg kibomlott kebellel, ahol éppen a kis Jézus szoptatja, gyönyörű reneszánsz ruhában, ékszerezve, a szeme a gyermekre néz, és az egész olyan világos és emberi. Ugye nem kellett kék konkrét képet látnunk. És kiderült a középkor világképe, amely belekomponálva mindabba, amit a jelképek tartalmaztak, és a reneszánsz világképe. Nem kellett hozzá ideológiai oktatást tartani. Csak rá kellett nézni, és el kellett olvasni az üzeneteket. Mert az igazán nagy képben mindig ott vannak az üzenetek. Amit te mondtál a Somogyi Győző képekre, a világosság, egyáltalán a színkezelés. Ugyanezt lehet látni egy középkörű és egy reneszánsz Madonna képen. A világosság, a színkezelés megkülönbözheti. Miért? Mert egy jó festményben benne van az a világ, és főként az, amit gondol a világról a festő. Talán ezt a gondolatot tovább vinném, és a középkör után a reneszánszon át a modernizmusig fussunk el. A modernizmusban igazán nem ez a kérdés, én azt gondolom. A modernizmus megtette 100 évvel ezelőtt, azt jó 100 évvel ezelőtt, azt, hogy a szépséget száműzte a művészetből. Aminek persze következménye az, hogy pár százan, vagy 1000-1500-an maximum járnak kortárs képzőművészeti kiállításra. Nem szeretik az emberek azt nézni, ami nekik nem jó. Vagy másképp is megfogalmazhatnám, mi napját itt Jankovics Marcell egy filmsorozatot forgatott az Árpádház szentjeiről, és úgy gondolta, hogy ez a kiállítás fontos ebből a szempontból, és felvételeket készített a kiállításról. És beszélgettünk erről, arról ő egy német filozófust, esztétát idézett meg, amikor kultúráról beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy neki van ezen filozófus által egy frappáns válasza a kultúrára. A kultúra az evidenciák összessége. És abban a pillanatban, ha innen vizsgáljuk meg, hogy mi a kultúra és mi az ellenkultúra, akkor kiderül, hogy evidensek nekünk ezek a dolgok, amiket látunk, ez nekünk fontosak és jók és számítanak, és olyan fundamentumok, amihez tudunk kötődni, hogy ennek pont az ellenkezője, mert hogy olyankort élünk, amikor az ellenkultúrát is kultúrának hamisítják. Ez nagy veszély, mert hogyha valaki ezt nem fogadja el, akkor azt mondják, ja, hát ő nem ért ehhez, hát ő műveletlen biztos. Úgyhogy a modernizmus az egyéb kockázatokat és veszélyeket is hordoz már. Azt hiszem, hogy ez a gondolatsor is bizonyította, hogy a szakrális megközelítés igenis nem öncélú, hanem, ahogy ön is fogalmazott az imént, morális, művészi és esztétikai többletet hordoz. Ugyanakkor hadd utaljak arra, amit egy másik takaró mondott ezen az estén, hogy figyeljünk arra, hogy nehogy elhiggyük, hogy a világ gonoszságban vesztegel. Ezt ugye nem kell megmagyaráznom.
Emellett még egy kérdésre azért nem feleltünk egészen, vagy nem kimerítően. Persze itt minden egyes képről órákig lehetne beszélni, arról, hogy vajon hogyan megy tovább ez a kiállítás. Én úgy érzem egyébként, hogy ennek a kiállításnak alig volt esélye, hogy létrejöjjön. Egyáltalán ennek a gondolatnak, hogy ilyen dolgokról beszéljünk, hogy ősműveltség, hogy magyarság, ez nem egy olyan régi dolog. Korábban ezeknek nem volt ilyen zöld útja, hanem bizony nagyon nehezen lehetett csak előre menni. Gondoljunk csak arra, hogy egyszerűen esélytelen, hogy a magyarság is sok esetben teljesen esélytelen volt, és akkor egyszer csak mégiscsak sikerült megőrizni és tovább minni azt, amit kaptunk, amit örököltünk, amit kaptunk, amit tovább kell vigyünk. Mi lehet itt a... Mit lehet erre mondani, hogy mi megy tovább? Azt, hogy ezt a kiállítást nagyon sokan megnézik. És többen nézik meg, mint mit tudom én, a négyes metrónak valamelyik megállóját, ahol a betonon kívül nincs semmi. Tehát szóval ez többen, sokan megnézik, és ahogy megnézik az emberek, biztos, hogy kiviszik és tovább viszik, és hogy nem szakadnak meg azok a dolgok, amit annyira féltünk. 40 évvel ezelőtt, amikor a néptánc mozgalom még sehol sem volt, akkor csak nagyon kevés ember tudott igazán jól táncolni Magyarországon és Budapesten. A két kezünkön meg tudtuk számolni, hogy ki az, aki tud táncolni igazán. És akkor nagyon sokszor arról beszéltünk, hogy kihalnak az öregek, és vége. És akkor jött a táncház mozgalom, és ma már egész Európa tudja, mi az, hogy tánc. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kiállítás is egy olyan valami, amiben remélkedhetünk abban, hogy tovább fog menni, és nem szabad aggódnunk, hanem megnyugvással kell szemlézzük. Tessék. Én azt gondolom, hogy ahhoz csatlakoznék, amit az előbb mondtál, modernizmusról és szakralitásról. Most már majdnem a mélyén vagyunk ennek az egésznek. Arról van ugyanis szó, hogy nem minden értékes, ami korszerű. A McDonald's és a Walt Disney korszakban ezt nagyon magyaráznom nem kell. Az érték azonban örökre korszerű marad. Vagyis nekünk nem a korszerűség kell, hogy az értékmérőnk legyen, hanem az, ami a művészetnek a lényege. Minden évben megrendezik a Keresztény Színházi Fesztivált, és ott ezen a fesztiválnak az utolsó napján mindig van egy ugyanilyen kerekasztal beszélgetés, általában rendezőkkel, színházigazgatókkal, színészekkel, közéleti emberekkel. A téma mindig ugyanaz, művészet és szakralitás. Csak a rajtam kívül, mert én vagyok általában moderátor ennek, csak a beszélgető partnerek változnak, és talán tavaly vagy tavaly előtt Kerény Imre, Dörner György és még néhányan ültek az asztalnál, és szóba került az, hogy az bizonyos ellenkultúra, amiről te beszéltél, ma már nem egyszerűen az előző kultúrának akar az ellentéte lenni, hanem ki akarja cserélni az előző keresztény alapú kultúrát önmagára. Vagyis nem csak ellenkultúráról van szó, hanem egy kultúraváltásról. A színházművészetben ez úgy jelenik meg, hogy mindent, ami a színház lényege, a szakralitás, és azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy egy színház előadás akkor, hogyha valamilyen szinten megérjük a katarzist. Ez lehet a szerelem, a katarzis nem egyházi fogalom, nem vallásos fogalom. A szerelemben ugyanolyan katarzis van, mint bármi másban is. Sok mindenben van katarzis. De amikor egy színház azt tűzi ki céljául, hogy katartikus élményt még csak véletlenül se teremtsen. Tehát azokat a pillanatokat szüntesse meg, amelyek az emberben megszólaltatják nem a testet, hanem a lelket, a szellemet. Amikor létrejönnek műalkotások, amelyek az ellen küzdenek, hogy nehogy véletlenül az ember emóciója, érzelmei, hanem sokkal inkább az ösztönei szólaljanak meg. Gondoljanak a mai modern zenékre.
a könnyű zenére, amelyik nem az emóciót szólaltatja meg, hanem az ember ösztöneit akarja előidézni. Amikor egy festmény nem képes elérni azt, ami minden műalkotás lényeg, mindegy, hogy festmény, szobor, zene, irodalmi, vers, stb., akkor igazából a művészetnek a leglényegéről mondunk le. Ma itt ül egy ember, ott vannak a falakon azok a kortársak szintén, akik értik, mi az, hogy a művészetnek értékeket kell kifejezni akkor is. Sokak számára az ennek a kifejezésű nyelve nem tűnik korszerűnek, vagy egyenesen korszerűtlennek tűnik. A mai kritika, a mai művészeti kritika azért végtelenül álságos, mert a korszerűséget és az értéket szándékosan keveri össze. Tehát magyarul kimondja, ami nem korszerű, az nem lehet értékes. Na de mi a korszerű? Ez itt a kérdés. Az-e a korszerű, amelyik a korszellemet fejezi ki, de valami üzenetet fog megfogalmazni örök időkre arról a korról? Mert csak akkor korszerű valami. Nem elég kifejezni. Lezárom egy rövid irodalmi példával. Amikor Caius Valerius Catullus a Krisztus előtti első század ővele kezdődik a modern európai líra, azt mondja, gyűlölök és szeretek, miért nem tudom én se, de érzem, így van ez, és a szívem élve keresztre feszít. Ki mondja az érzelmi ambivalenciát? 2100 évvel ezelőtt. És akkor eltelik 2000 év. És jön egy magyar költő, aki ezt úgy fogalmazza meg, hogy csak az olvassa a versemet, ki ismer engem és szeret, és a vers végén azt mondja, és szívében elidőz a tigris és a szelidőz. Vagyis amire Catullus azt mondja, hogy odi et amo, gyűlölök vagy szeretek, miután örökérvényű a gondolat, értik? Örökre korszerű. Ezt József Attila így fejezi ki, szívében néha elidőz a tigris és a szelidőz, vagyis a gyűlölet és a szeretet. Eltelt 2100 év. Teljesen más korban vagyunk. Teljesen mások a társadalmi viszonyok. De amíg lesz költészet, és lesz gondolkodó ember, tudják, mit mondott Caius Valerius Catullus 2100 évvel ezelőtt, Krisztus 87-től 54-ig élt, tehát valóban nagyon rég. És mit mondott József Attila, a 20. század költője? Ez a művészet lényege. Vagyis teljesen hagyományos, mondhatni korszerűtlennek mondható eszközökkel. És ki lehet fejezni egy kort, ha annak a lényegéről örökké való érvényességgel beszél valaki. Aki igazán fontosat mond valamiről, az ugyanis örökre megmarad. Lehet kicsit bezárva vagy lezárva a dolgokat, egy lelkészként természetesen mindig valami ige jut eszembe, vagy példázat, vagy bibliai dolog. Hát, így van, szakmai ártalom, hogy ez olyan, mint a szántóföldbe vetett, vagy szántóföldbe rejtett kincs. Ez olyan nagy dolog. Mert ezek az emberek, akiknek a képét ott látjuk, még a busók is, ezt őrzik. A legnagyobb kincset, a művelődésünknek az alapjait, az ősiségét, a legrégebbi dolgokat. És ennek a kiállításnak az az érdeme, hogy akik megrendezték, vagy akik festették, vagy aki fényképezte, aki létrehozta, aki megszervezte, aki engedélyezte, mert valakinek kellett azt is, a pénzt is kellett hozzáadni. Tehát azok az emberek, akik ezt megcsinálták, ezt a kiállítást, vagy akik tudósítanak róla, azok nekünk megmutatják ezt a kincset. És nem csak nekünk, hanem azoknak az embereknek, akikről szó volt, hogy kinek tudjuk továbbadni. Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy tekintve, hogy az időnk vészesen fogyóban van, egy összegzésre szeretném kérni mindkettőjüket, először Tóth Norbertet. Igen, én egy záróképet idéznék a kiállításról. Az a 100 hős, amely a szakrális teret megidéző épületre kívülről került, az első és az utolsó kép hiányzik, jelezve azt, hogy az előtt és az után is voltak és lesznek hőseink, de ahhoz, hogy legyenek, ahhoz személyes felelősséget kell vállalni mindenkinek, egyén, közösség és nemzet szintjén kell
helyesen döntenünk, ez nélkülözhetetlenül szükséges, hogy minden terv és szándék ellenére legalább másfél ezer éve ez a nemzet, amely itt megvan, és ezen hősök személyes áldozatvállalása révén létezik, azt mi tovább vigyük, mert kötelességünk, aki egy ilyen ős motivumkincset, nyelvet hordoz magában, amely szimbólumokkal a világon megértetheti egymást és másokat másokkal, ott kötelessége. Egy kedves barátomat hadd idézzem, aki azt mondta, hogy ha jó Isten az emberekre bízta a Földet, akkor a Kárpát-medencét azt a magyarokra. És ez kötelessége és felelőssége a magyarságnak, hogy ezt, amíg lehetősége van és mindig van, akkor ezt teljesítse. Zseniális a jelkép, hogy hiányzik az első és az utolsó. Vagyis időben a múlt felé és a jövő felé. Természetesen nekem Pál apostolnak az Areopágoszi beszéde jutott eszembe erről, aki az aténiakat, akik aztán tényleg minden filozófiától átitatott emberek voltak, rengeteg filozófiai iskola működött egyszer Aténban, nagyon nehéz ilyen közönséget meggyőzni Jézusról. És ahogy megy az ember az Areopágoszon, ugye ott vannak az isteneknek a szobrai. És van egy, mert a görögök is így gondolkoztak. Van egy, amire az van aláírva, nincs rajta szobor, az ismeretlen Istennek állítva. És ahogy Pál beszél az aténi tömeg előtt, azt mondja, én annak az Istennek a nevében mondom mindezt, akiről látjátok, nektek is van szobrotok, csak még nem ismeritek. És elkezd beszélni Krisztusról. Vagyis amikor egy ilyen ősi elem és egy ilyen ősi jelkép, egy biblikus motívum, az első és az utolsó üres, az mindig megadja nekünk azt a lehetőséget, amely egyszerre a kutató és az alkotóművész lehetősége csak, vagyis azt, hogy visszafelé, amire nagy tisztelet úr hivatkozott sokszor, mit fedezünk fel az ős magyar kultúrában újra és újra, egyre hátrébb, egyre mélyebben, egyre vissza az időben. És a jövőben, akik pedig mi vagyunk, a jelen magyarjai, akik esetleg olyan új értéket hozunk létre, ami egyszer majd bekerülhet a magyar kultúra örökérvényű panteonjába. Ha ez a kiállítás ehhez egy kicsit hozzátett, már pedig nem is kicsit, akkor azt hiszem, hogy tökéletesen elérte a célját. Köszönöm szépen. Nos, én azt gondolom, hogy bizonyos vagyok benne, hogy hozzátett. Tócsai Béla mondta ennél az asztalnál egy hónapja talán, hogy ha Magyarország szeretett hatalommá válik, ahhoz nekem is lesz egy kis közöm, mondta ezt ő. Nos, én bizonyos vagyok benne, hogy mindazok, akik elfogadták a meghívást, és itt keddesténként segítettek nekünk a döntéskiállítás felelősségének megteremtésében. Néhány nevet azért felsorolnék, Sebestyén Mártya, Kőpál, Filip Sándor, Merezki Zoltán, Takaró Mihály, Ádám Barnabás, Molnár János, azok valóban segítettek abban, hogy Magyarország szeretett hatalom legyen, és külön köszönet illeti értelemszerűen Somogyi Győzőt és Párkányi Rab Pétert, és nem különben Tóth Norbertet, aki elhozta nekünk ide Székesfehérvárra, a királyi városba ezt a tárlatot, ahova való, mondom én. Uraim, köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket. Kedves nézőink, kedves televízió nézők, a döntéskiállítás beszélgetés sorozatát látták, ez volt az utolsó, de tekintve, hogy a kiállítás időtartamát meghosszabbították, május 20-áig a kiállítás kurátora, illetve a Szent István Király Múzeum, illetve Székesfehérvár önkormányzata, tehát látogassanak el ide a Csók Képtárba, hiszen várja önöket ez a tárlat továbbra is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!